A sárga megvolt, végigértünk, megy a jelölő, mindenki elkönyvel magának egy üzemanyagot. Első alkalommal került megrendezésre a Dél-Dunántúli Társasjátékklub találkozó, annak reményében, hogy a környékbeli társasjátékklubok és egyesületek megismerjék egymást, ötleteket és tapasztalatokat cseréljenek. Általában az ilyen könnyed, nagyon gyorsan elmagyarázhat a játékok. Azoknak van létjogosultsága az ilyen rendezvényeken, hiszen a családok is azt szeretik, amikor pár perc alatt megtanulva egy nagyon jó élménnyel állhatnak fel az asztaltól. Egyébként most itt készültek kollégáink, nem a mi egyesületünkből, de egy másik egyesületből, az Irek Szemcsei Egyesületből, egy társasjátékkal, amit ők fejlesztettek. A rendezvényen belül lehetőség van új, saját fejlesztésű játékok bemutatására és tesztelésére, így azonnali visszajelzést kapnak a játékfejlesztők a kipróbálók élményeiből és reakcióiból. Szerettünk volna mindig egy olyan saját játékot a klubba, amiben mindenki talál kedvére való elemet. Ugye vannak gyengébb, erősebb játékosaink, vannak, akik a gamer játékokat szeretik, vannak, akik csak a parti játékokban vannak otthon. Ezért úgy gondoltam, hogy kitalálok egy olyan játékot, amiben minden elem megtalálható, és majd közösen megyünk abba az irányba, hogy mindenki számára minden jobban játszható legyen. A fejlesztés az körülbelül egy olyan fél éve tart. Nem folyamatosan tesztelünk, hanem egy-két havonta, hetente havonta kerül sor egy-egy próbajátékra, és tudni kell a játékról, hogy minden játék alkalom után erősen megváltozik a játékmechanika, hiszen ha új ötletek vannak, akkor fontos újra tervezés van. Ide is azért hoztuk el, hogy friss véleményekkel találkozzunk, és a második partit játsszuk éppen, már új szabályokkal az előzőhöz képest. Az összejövetel létrehozásával olyan hagyományt szeretnének megteremteni, amellyel minden évben országos figyelmet tudnak irányítani a hazai társasjátékos életre. Céljuk, hogy egy időben kortól függetlenül minél több emberhez eljusson a játék önfelett élménye. A programok rengeteg olyan megoldást adnak a hétköznapokra, amivel például a gyerekek elcsábíthatóak a telefonoktól, és a játék összehozza a családokat. Azonban nem csak a gyerekeseknek nyújtanak megoldást, hanem olyan baráti társaságoknak is, amelyeknek akár több órás játékokra van szükségük. Ezek már komoly agymunkát és stratégiai gondolkodást igényelnek.